Két hete vette kezdetét hivatalosan is a dinnye szezon hazánkban. Eleinte még a külföldről behozott gyümölcsöket árusították, aztán a már magyar, de még fólia alatt nevelt dinnye került a standokra. A nagy esőzések és éjjeli hidegek miatt nem indult könnyen a szezon, de jó idényt jósolnak a termelők. Picit nehézkesen indulunk az esti hidegek miatt, kevesebb a dinnye, főleg a sárga dinnyén érezhető, abból nehezebb a beszerzése is, mivel kényes. De azt mondják a termelők egyenlőre, hogy jó idénynek nézünk elébe, hosszan fog tartani, körülbelül szeptemberig, szeptember közepe vége körül fog kitartani a dinnye szezon. Bors Flóra Anna kereskedő elmondta, hogy idén kicsit magasabb árral indították a dinnye szezont, mint tavaly, de ez a szabadföldi dinnyék megjelenésével csökkenni fog. A termelők arra számítanak, hogy a görög dinnyének jó szezonja lesz idén, viszont a cukordinnyéről és a sárga dinnyéről ezt nem lehet elmondani. Az áprilisi fagyok után a termés 20%-át érte kár. Vannak kereskedők, akik ennek ellenére mégis kitartanak a magyar termékek mellett. Mi mindig próbálunk hazai termékeket forgalmazni, nyilván a szezont, amikor elkezdjük, akkor külföldivel kezdjük, de ezt fokozatosan leváltjuk. Ahogy megjelenik a fóliás dinnye, akkor mi már magyarra váltunk. A vevők is jobban szeretik, ha azt hallják, hogy magyar dinnyét hozunk, mi nagyon figyelünk erre, hogy inkább hazai termékeket forgalmazzunk. Egy laikus nem tudja megkülönböztetni az importot a magyar dinnyétől, így hagyatkoznunk kell a kereskedők őszinteségére. Jelenleg 400 forintos kilóáron tudják adni a görög dinnyét, a sárga dinnyét pedig közel 700 forintos áron lehet megvenni, de a szezon előre haladtával mindkettőnek csökkenhet az ára.